A döntéshozatali munka előtt a képviselők egy perces gyászszünettel emlékeztek a közelmúltban elhunyt Nagy László Lázár grafikusra, Cegléd díszpolgárára. Cegléd-város roma nemzetiségi önkormányzatával 2014. december 18-án kötött együttműködési megállapodást a város. A megállapodást évről évre felülvizsgálják, így történt most is. A testület döntése értelmében a korábban született megállapodást változatlan tartalommal továbbra is fenntartják. Pályázatot ír ki az önkormányzat a Kossuth Múzeum igazgatói posztjára. Reznák Erzsébet magasabb vezetői megbízása ugyanis június 30-án lejár. A pályázat kiírására a közalkalmazottak jogállásáról szóló törvény kötelezi a megbízási jogkör gyakorló önkormányzatot. Továbbra is dr. Nyújtó Melinda szakorvos látja el a 13-as számú felnőtt házi orvosi körzet betegeit. A korábbi házi orvost megillető praxis jogidőtartama május 30-áig áll fenn. Addig pályázat nem írható ki a körzet állandó ellátására. 20 óvodapedagógus kaphat önkormányzati illetménykiegészítést 2019-ben. Ilyen juttatásban már 2018-ban is részesült 17 pedagógus. Most a testület arról döntött, kibővítik az illetménykiegészítéssel érintett intézményegységek körét a munkaerő megtartása érdekében. Felszíni csapadékvízelvezetési létesítmények fejlesztésére pályázik a város. A pályázaton, amelyet a pénzügyminisztérium hirdetett meg, több mint 280 millió forintos támogatást szeretne nyerni a város. Ebből is az önerőből árokrendszerek rekonstrukcióját, esésnöveléseket, utcák elvezető rendszerbe kötését is megvalósíthatnák az északi városrészen.